Jó, nézzük meg, hogy az a pár pálya, ami maradt, az... Fú... Kora reggel ritkán szoktam fölbaszni magam, úgyhogy remélem, hogy most sem ez lesz. Én tényleg nagyon-nagyon sok mindennek, Dani, és nagyon-nagyon sok hasznos dolognak. Szia, Cito! Másnaposságban gazdag szombatot. Úristen. Na, már megint bulizni voltál, mi? Hogy mentél bulizni? Este 6-tól 10-ig vannak nyitva a szórakozó helyek, nem? Vagy ez az otthon bebaszcsizós volt? Oké, na, nézzük. Utolsó pár pálya. Aztán lehet, hogy meglep minket a játék, aztán van még egy map, ezt nem tudjuk. Fatboy 85, nagyon szépen köszönöm a 6. hónapot. Köszi szépen. Cuphead? Nem. Na, ugye itt tartottunk, és én már egyébként az előző pályán is azt hittem, hogy ez az utolsó, de erre figyeljetek, váltunk skint. Jó, most mivel űrbe vagyunk, ezért leszünk ilyen űrruhába. Tini diszkó a legjobb? Szia, Avid, némi támogatás a 6 hónap mellé. Én leginkább csak a háttérben megbújva figyelem. A streameket, de így is remekül szórakozom, amit szeretnék megköszönni. Egy kiváló streamer és egy nagyszerű közösség, egy tuti recept, csak így tovább. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást! 50... Mi? Mi? 51,21 eurós támogatást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a baszó donétet. Brutális vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. $60 akart lenni. Nekem euróba írja ki, de azt hiszem úgy szokott lenni, hogy aztán eltelik egy pár óra, és akkor kiírja, hogy a $60, vagy ilyesmi. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes tőled. Hát így kora reggel keményen megindítottad a napot. Köszi szépen. És hát jó szórakozást, meg jó lurkot. Look out for ships approaching the Rift Generator. We can't afford any unwanted visitors. At once, your father. Erre se számítottam ikkora reggel. Köszönöm. Naturally, as do you. Barf. Hát kora reggel, miniszter, hát nem? Na, igen, sajnos ezt most újra kell kezdenünk, mert tegnap a pálya közbe hagytuk abba. És ugye itt van a fordítós maszk, amit most még nem használunk. Ott van fönnbogár, lentbogár. Ezt akartam kérdezni, hogy vajon a bogarat azt tudom elmókolni. Oké. Lehet, én vagyok félre informálva. Nem valószínű. Van, aki nálam sokkal korábban szokott kelni, de... Az egész hét után nekem még ez is korai, amikor így a reggeli stream kezdődik. Krappa például korábban kell. Ő eszméletlen, hogy mit tud művelni egyébként. Ez tegnap még ment, hogy csak úgy szimplán neki pörögtem. Hogy meg kellene várni, hogy abba hagyja azt a valamit? De nem.
Haló. Szőr van a levesbe, srácok. De szerintem az nem hagyja abba. Tegnap csak simán nekipörögtem és jó volt. De most nem. Haló, segítség. Srácok, tönkrement. Tönkrement a crash. Lehet a skin miatt. Lehet, hogy vezeti az áramot ez a skin. Figyelj, én várok. Lehet, hogy abba hagyja. Vagy be kell ugrani. Au. Az valószínűleg tűnik. Az Isten verjen meg téged. Nem csal a játék. Vagy de, csal. Csal a játék. Gondolom így kell akkor, hogy ugrok egy kicsit. Aha, ugrok, és akkor így effektíve nem érek hozzá az áramhoz. Aha. Ó, itt vannak asztronauták. Na, checkpoint. Ugrva! Ó, Isten, aj, de hülye vagyok. Szia, no man! Oké. Igen, most ide. Oké, eddig jó. Oh! Hú! Igen, és útközben is lehet ugye leállítani, erre rájöttünk múltkor. Jazz Jack Rabbit? Egyébként... azt annyira adnám, ha valaki csinálna Jazz Jack Rabbit remake-et. Hát az is még tipikusan az a játék, amire azt tudom mondani, hogy gyerekkorom játéka. Idáig jutottunk tegnap. Ja nem, még ennél egy picit tovább. Azt hiszem idáig. Össze-vissza nyomkodtam a gombokat. Annyira nem sikerült jól az az ugrás szerintem. Na, ráadásul maszkom is van. Oké. Oké. Oj, ne már! Borzalmas érzés egyébként így az utolsó kanyarba elvérezni. A prehistori... De a prehistoriknak van valami remake-je. Az mint hogyha valamikor láttam volna. Nem mostanában, de mint hogyha annak lenne valamije, nem? Lassan megint lesz annyi halálom, hogy a játék adni fog egy checkpointot kicsit közelebb.
Hogy nem tudott odaugrani, ahova kell? Nem is értem. Oké, nyugi, 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 nem szabad fölbaszni magunkat. Kora reggel nem idegeskedünk. Ugye egyáltalán nem is káromkodunk. Nézhetik gyerekek is adadás. Lehet anyuka leültette a pöttömkét a stream elé, hogy nézze ezt a cuki Crash Bandicoot streamet. Esetleg pont most akarják eldönteni, hogy megvegyék-e a gyereknek, vagy sem. Azaz, itt van a hülye gyerek checkpoint. Na te mi vagy? Olyannal még sose találkoztam, úgyhogy nem tudom. Erről ne beszélgessünk, jó? Na te mit csinálsz? És ő ellene mit lehet csinálni? Mi? Mit lehet? Most... Most igazából ott mi történt, srácok? Elveszt... De nem, nincsen itt. Bazd meg. Nincsen rajtam maszk. Tehát az meghalt. Tehát akkor föl kell ugrani és neki pörögni ezek szerint. Igen. Ki kell baitelni a lövést. Úgy lehet tovább menni. Ott a checkpointom. Ó. Köszöntöm szépen, ez egy kiváló próbálkozás volt. Gyere már le onnan! Ez? Én nem tudom, hogy kinek hogy megy ez a hol fejjel lefelé vagyok, hol nem dolog. Nekem nem jól. Oké, tehát egy alkalommal. Felettév genyó. Szétlöved a nitrót? Ne! Hogy lehetsz ekkora féreg, hogy pont fölött elősze? Pukriba! Pukriba!
Na, ott a checkpoint. Úristen, mennyien vannak itt. Szuper, szuper. Megvagyunk. Meltbone, nagyon szépen köszönöm a 16. hónapot. Köszi a támogatást neked is. Na. Oké, újabb izé. Jaj, le! Hát ez majdnem sikerült. Na nesze, tessék, megvan ez a pálya is. Nem elsőre, de ez már egy nehezebb pálya volt. Köszi Shadow a klipet, köszi. Igen, beöltöztem a pályára, pontosan. Stowing away. És nagyon durva, hogy az összes pályát visszafele is végig lehet játszani. Még több gyöngyér, meg még több alma, mangó, nem tudom milyen növényér. Hivatalosan mi ez a növény, srácok? Nesze burgonyának hívja, nálunk már láttam a cseten almát, láttam mangót. Mondjuk dinnyét még nem láttam, de hogy így... Mangó? Jó, gyümölcs. Azzal nem lehet mellé lőni, ez így van. Az a szedett szemöldök. I'm not losing you guys in this dimension too. I'll handle this. Ez az, újra a Csajszival megyünk. We're a team. Oi, what'd I miss? Oh, mégse. No ways. Well, hey, where'd my cart go? A rohadt tüzelődoboz. Jó, várjál, most tüzel. 2, 3, 4, 5. Oké. Jaj, ne ott a maszk. Nem, ezt nem. Jó, fölvettem. Rákot keresik a gonosz doki. A gonosz doki már velünk van. A gonosz dokit legyőztük. És most már velünk van. Hát az meg mi volt? Hogy az animáció miatt halok meg. Az baj. Az baj. Oké, nyugi. Nyugi, jók vagyunk. Pukriba! Ja, ez nem fáj. Hé,
de nem is értem. Bugrba! Bázd meg. Jó reggelt, Zoli! Vagy Zol. Na jó, akkor nyugi, nyugi. Nem kell itt idegeskedni, nem kell itt semmi. Teljesen jók vagyunk. Kirvá, má, az isteni. Na, szóval hogy van ez? Aha, tehát hogy átmegyek, ugrok, átmegyek. Á, ez az, easy. Te is eltakarodsz innen. Nem, azzal nem basz... nem. Ez a szar, ami bejött. Aha, hát ez szuper. Várj, valami nem stimmel. Aha, látom. Kérlek! Kérlek! Konkrétan a vége előtt meghaltam. Jól van, Avid, jól van. Super mega pörgő forgó cucc. Ja, de... igen, azt elfelejtettem, hogy a tüzető sem szereti. Itt volt valami?
Oké. Okay. Tesztelni kell, hogy miben hal bele. Vagy miben nem. Megvan ez a pálya. Hát a vége az itt egyébként tök értelmetlen volt. Ott a selfie. Mehet is a poszt instára. Jujci. Elkészült egyébként, srácok, a Conan Exiles-nak az első montázs videója. Az lesz majd szerintem az első videó, ami felkerül majd az új csatornára. Hát, jól sikerült, maradjunk annyiba. Ismét. Benne vannak Annáék is. Mindenféle lehetséges módon és pózba. Jó lesz. Jó lesz, jó lesz. Azon csodálkozom, hogy az a klip nem került bele, amikor Loli fekszik az ágyon és fölé guggolok. Tényleg az most eszembe jutott. Na. Ne! Csúszó slime. Oké. Okay. Jó, ez nem jég. Ez még annál is rosszabb. Jézusom! Pont ez a lényegi oda, hogy nem. Lesz egy új csatorna, ahol pont, hogy nem a vodok lesznek fönn. Fordítva. Az a csatorna, ami most van, az marad a vod csatorna. Ha megnézitek, annak már most az a neve, hogy Avid is vod. Azt nem tudom, hogy éltem túl. Arra nem megyünk rá. Nem volt checkpoint, mi? Persze, hogy nem. De hogy ezek nem is jönnek teljesen át. Nem már, de nem lehet látni, hogy síkban, térben, időben hol vagy. Tudom, hogy ott van alattam az a karika, de higgyétek el, hogy ez nem mindig túl informatív. Ott a checkpoint. Várjál, egyel közelebb megyünk, mert tudja, hogy nem fogok tudni átugrani. Azt a rohadt! Már kettes pajzson van. Aha, hát figyelj, a TNT is van, tűzes izé is van. Ne! Kis dínó! Mit mondod? Mit csináljak az X-el? Na hát ez sem a leghegyesebb ceruza a toltartóba. Az igen, az a boost, az oké. Okay. Az mindig az szokott lenni.
De valami nem jó. Ezért adtak ki a dínók, igen. Jó, ugrani már tudunk. Hát az meg most mi volt? Valami virág? Jaj, látom, a izé. Aha. Hú! Ez nagyon-nagyon jól nézett ki ez a rész. Ugr be! Nem kockáztattam. Jaj, ne! Ez a legrosszabb! Halhatatlanság! Ah! Oh, majdnem neki mentem a nitrónak. Ez az újra fejjel lefeléség. Anyád, és minden irányból csúszok. Azaz, nitro. Azt szeretem a legjobb. Baszki. Ne, ne, ne. Mi van, ha ilyenkor megfordítom mondjuk a monitoromat? Úgy is forgatható a monitor. Elmész a francba? Hát ez mi? Vagy igen, ilyenkor kézen állni. Majdnem. Nem vagyok ideges, nem vagyok ideges, nem vagyok ideges, nyugi, nyugi. Nem kell idegeskedni. Akkor is át fog menni ez a hülye patkány. Fejjel lefeléség.
Hú. Ott a checkpontom. Aj, ne újra hülye dino! Egyébként ez a játék, tudjátok, hogy mi igazából? A halál 50 árnyalata. Tehát, hogy bebizonyítja neked a játék, hogy egy adott pályán belül hányféleképpen tudsz meghalni. És ez egyébként borzasztó sok. Nagyon változatosan meg lehet halni, rettenetes mennyiségű módon. Nem kapsz el, nem kapsz el. Nagyon jó vagyok. Elsőre átmegyek, ott a checkpoint. Nagyon jó. Annak a hülye nagy dinónak miért pont úgy kellett jönnie? Átverősen elkanyarodott. Oké. Másodjára már nem dőltem be neked. Kitette oda azt a csillagot? Hé, és hol a checkpontom? Ott volt, látom. Nyugi. Hát ilyen nincsen. András, nagyon szépen köszönöm a 29. hónapot. Köszönöm. Mész egy jó kört, és utána a játék megmutatja, hogy figyelj haver, te igazából nem is vagy jó. Lehet azt hitted jó vagy, de nem. Nem, továbbra sem vagyok ideges. Szedjünk hangyákat. Az, hogy nem tudsz mindig ugyanakkor átugrani, te fogyatékos. Nézzek, van amikor képes nagyot ugrani, van amikor nem. Van, amikor túlugrik, van, amikor nem. Kész, geci, kész. Kitépem a hajamat, bazd meg.
Ez erős vállalás volt így reggelre szerintem. Lehet, hogy ez meggondolatlan választás volt. Jó van, nem baj, tökéletesen átmentünk rajta. Aki mást mond, hazudik. Mi magától, mert... Lehet, hogy nem is kellene a képernyőre néznem, és úgy sokkal jobban menne. Tudom, hogy így azt kérdezitek, hogy de mi a faszért ugrasz mellé? Az konkrétan tudod, hogy mi van ott, bazd meg? Az van, hogy elkezdi forgatni a retkes kamerát a játék, és emiatt amerre te irányítod, az már nem az az irány. Megyek bazd meg a másik irányba inkább. Ja, azzal se vagyok sokkal erőlébb. Hogy ez a vége volt már, te jó ég! Tudja a játék, hogy hogyan jön meg. És tudjátok, hogy mi a legveszélyesebb? Ettől a játéktól fáj a szemed. Mert annyira koncentrálsz, legalábbis én, hogy nem pislogsz közbe. Na most jön, ami szerintem a hole in space. Ordibálós boss fightra számíthatunk szerintem. Közben nagyon-nagyon szépen köszönöm Steelnetnek a 9. hónap második tier, vagyis tier 2-es szubját. Nagyon szépen köszönöm. Igen. What's the matter, hero? Couldn't solo this one? Let her go! The last time I killed her friends, her screams were exquisite. Huh? Delicious. No! Let's make this fun. Give them a sporting chance. Ooh. Let's see what you mongols can do as a... Nagyon jó, tehát most akkor az összessel... Gondolom az összessel együtt tudunk harcolni. Úristen, na ez milyen boss fight lesz. Maszkolt. Follow. Awake, follow. I follow you. Abban a pillanatban 4-20. Interdimensional domination. Something monumentally stupid. Most éppen áthaladok a téridő kontinúmon. Ne! Az...
Az összes maszkot fölfogom édes jó istenem. Most készít fel a játék arra, hogy mindent egyszerre fogok használni. Úristen, ezt már most látom, hogy borzasztó lesz. Nagyon 4-20. Könnyű dolgod lesz, ez biztos. In my universe, bandicoots are considered pests, as fit for extermination as a housefly. Oh, how modern. Ó, édes istenem! Some keep them as pets, but I find it disgusting. I much prefer. Hát ez fantasztikus pálya. Yes. So elegant, spiders. So many little legs to pull. Ooh, wicked. Hogy fognak ők sérülni? Aha, hát ez aztán meg aztán zseniális. Gondolom újra a legelejéről. Ó, nem. Úristen! Ah, tehát ezt az agyam nem tudja földolgozni. Boogie bra. Oh!
will be foiled by a flea bag. I'm magnificent. Ami miért nézek ki a chatre? Rossz gombot nyomtam meg. Azt hittem meghaltam. Még itt nem lehet vége, mert ez túl egyszerű lenne. We did it! Yeah, we did. What's the matter? Unable to handle even the simplest of tasks? I no longer have need for ours. Ez sokkal könnyebb boss volt, mint az előző. Right then. Let's plug up these holes. Boy, not that it ain't been fun, but about my ticket home. Right. Now that we've mended things, we can take you anywhere. Anywhere. After we. Nem, Joe, see ya. For now, I can only. Sose szoktam kinézni, de most pont kinéztem. Neon City. És akkor most bezártuk a kapukat. Nachos. Egy jó nachoszt én is ennék. Nem, ez egyébként... Hát szerintem konkrétan Neót nehezebb volt megölni. Jó, hogy még mindig nincsen vége. Na várjál! Hát na várjál már! Mindig nincsen vége, srácok? De még a Mekinél vagy leragadva? Én tegnap megettem a Big Mac-emet. De legyőztük a főgonoszt, akkor most mi van? Én elvesztettem a fonalat így... Nem tudom, hogy most mi történik. You said it, Crash. We can meet with the others after we've explored. Now, which way are the food trucks? Ebben a játékban aztán most már van minden. Itt van a...
Így van, most már cyberpunkosak is vagyunk. Azaz mindenféle maszkot kell használni. Barátom, az, hogyha nem kapaszkodsz meg egy ilyenen. Ó, ez az. Még ilyet is. Nem is forogtam rá. De várja, ezt nem értem. Direkt nem forogtam. Most igen. De ez most másik kérdés. Az előzőnél direkt nem forogtam, hogy ne robbanjon be. Oh. Aha, tehát ugye arra nem lehet. Jó, oké. Hagyd le az elejéről! Mekkora egy féreg vagy, hát... Elrontottam megint. Oké. Okay.
Na, idáig jók vagyunk. Idáig is. És egyéb hasonló értelmes hozzászólások. Oké. Okay. Megvan, megvan, megvan. Ott a checkpoint. Ó, Isten! Itt nem tudom, hogy mire gondolt a költő. Próbáltam, hogy két busz között egyébként át lehet-e simán ugrani? Nem. De jó, most még a fázis fordítós. Baszki! Nem mertem visszafordítani, mert tudtam, hogy ott a nitró mellettem. Genyó helyen van az a TNT-s. Persze gondolom teljesen véletlenül. Azt már meg se kérdezem, hogy ők miért tudnak átjönni a falon. És hogy mondjuk miért szedem ki magam alól a talajt, az egy egészen furcsa kérdés. Mi csináljak azzal? Kurva életben már mi mindent kell kombózni. Hú! Na ez a pálya, ez nagyon durva volt már itt a végén. Fúristen. Amikor egy azon pályán belül kell használnod a különböző maszkokat, totálisan meg tud borítani. Nem amerikai nagybácsi. Sok kicsi sokra megy. Neked is nagyon szépen köszönöm a donation-t. Illetve nyugi, ne legyél ideges. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a donation-t. Egyáltalán nem vagyok ideges, srácok. Á.
De valamit innom kell. Nehezebb volt, mint az utolsó boss? Egyébként igen. Nem kicsit. Mondom, szerintem az utolsó boss, vagy hát az utolsó, nem tudom, hogy akkor lesz-e még boss, de hogy nem volt túl bonyolult. Az előtte lévő Neo az nehezebb volt. Hello, Józsika, hello. Legalábbis én úgy érzem. Mike Hun, köszi szépen neked is, szia. Illetve Atox. Ó, ez az Dinotaulus. Let's see if these tall poppies know how to smoke a steak. Ezt gondolom nem fog sikerülni. Igen, ezt valahogy éreztem. Jaj, bocs. Meg is lepődtél volna, ha elsőre sikerül? Mentségemre legyen mondva, már egyébként ugrottam, amikor elkezdett leszedni. Miért kell hülyének lennem? Végés így is jó. Ilyen csicska checkpointot adjon már a játék, hát megőrülök bazzek, hogyha még egyszer az elejéről kell mennem.
Blimey, it's not to think about that. Úristen, is ebbe beleforogtam? Nem kell az a masz. Does this mean I have franchise potential? Am I a franchise? Could I open a restaurant? Checkpoint. Csak most már... Last minute. Van még valahol röpködő gempa? Csak szép lassan, nem sietünk sehova, nem esünk le sehova. Because I saw my future franchise. Oh, bollocks, my head hurts. Oh, hát mondjuk ez annyira nem volt nehéz, de ez is izgultam. I wonder what the local delicacy is here. Ooh. I hope it's spicy and fried. Szerintem ez a choice-i a legdurvább. Mint hogy ennek vannak a legkirályabb képességei. A TNT-t nem akarom magamra húzni. Yeah. Jaj, valamit elfelejtettem, úgy érzem.
Túl sok volt az Indiana Jones. Oké. Ez nagyon jó. Legalább a zene jó. Hála jó égnek! Arról senki nem szólt nekem, hogy itt vannak ilyen izé gyors járatok. Az úgy megvan, hogy nem ugrat. Igen, és most mi? Ja jó, te figyelj, te vigyél engem, ez tetszik a legjobban. Hát konkrétan busz elé vetettem magam. De miért megy ki alólam a busz, amikor látja, hogy érkezem? És hol volt a második jumpom? Nem tudok átpókhálózni. Ah!
bazd meg, hányszor kell még ezért? Azt még leesik róla. Ó, hogy szopná le. Bocsánat. Most még egy ilyen meglepetés busz elbaszhat volna. Na várjatok, itt még mindig van 8 map. Mert akkor sokkal több pálya van benne, mint gondoltam. Meg nem tudom, hogy most miért megyünk. Tehát sztoriban nem... Tehát megöl... Nem értem. Az, hogy visszafele is lehet játszani, az oké. Okay, de az egy opció. Ez még nem opció, amit most csinálunk, mert most ugye megyünk folyamatosan a pályákra. Minden egyes alkalommal, amikor a gonosszal játszom, utána még szarabbul megy bármelyik másik karakterrel is játszani, mert a gonosznál aktívan kell használni konkrétan a dash funkciót is, amit a többi karakternél nem. És utána elkezdek kört nyomogatni a Crashnél, amivel meg izé csak pofán verem a földet. Elfelejtettem át, mert hogy ennek nincsen double jumpja, ennek dash-e van. Tehát, hogy ugrás közben elkezdem nyomogatni majd Crashnél is a izét, a kört, az rohadtul nem lesz jó. Ah!
Úristen, bazd meg. Itt, na, itt aztán tényleg mindent kell nyomni egyszerre. De miért húzza ki alólam a padlót a játék? Hát egy balfasz vagyok. Hát itt nem tudom, hogy mire gondoltam, amikor elindultam. Szakadjon rád, bazd meg, egy zsák szar, komolyan. Ez aztán meg szuper, hogy most ilyen messze vagyok. Már most tudom, hogy megszoptam. Vagy a végén már izét. Annyiszor haltam itt meg, srácok, hogy már dupla. Fijed, már most van lassan tripla shieldem. Basszom meg egy taliga majom! Kutva életben már ezt a pályát, ne gürlök. Gonosz elnyeri méltó büntetését. Ah! Jó, nem baj, volt checkpoint, volt checkpoint.
Persze, hogy tudnék... Hogy tudik még meghalni? Há, mondjuk tegyünk be az ugrás közé egy TNT-t is, hát miért ne? Kell az még oda, nincsen elég szopató része a játéknak. Örülök, ha átjutok, nem ám egy tiszt. Mit? Eszek egy nutellás izét, bazd meg. Ott meg négy jön! Édes Istenem. Ó, Isten, mi lesz ott? Kicsi Channel, nagyon szépen köszönöm a raidet. Hello, hello. Ennél jobb streamre nem is érkezhettetek volna. Ez ilyen. Hogy tudsz belehalni abba, ha széttövöd? Aha! Jó van. Jó van. Semmi gond, semmi gond. Hogy a faszom már? 29-szer haltam meg ezen a pályán! Ja, ennek nincs double jumpja, hallod? Ezzel előtte kell ugrani, és csak utána lehet bármit csinálni. Hogy a hurutos faszba lehet ezen átmenni?
Lentről mi? Gondoltam. De miért addig lök föl pont, hogy hozzáérjen a nyomorék fejemhez az a kikúrt kuka? Miért nem lehet mondjuk egy milliméterrel lejjebb, és akkor nem kezdenék el idegeskedni? De ha már fölmegy a hülye fejed, akkor... tud googolni. És beszorultam. Na. Ne. Nem már! Azt hittem, sose jutok tovább. Van egy puskád, amivel szétlőheted az összes ilyen izét. Se hiszem. That Snurgle Shank was killer. Ah, struth. Who cooked it? Heat was too high. That's why it was all rubbery inside. Set by grill marks, too. I liked the pickled wumpa leaves. Cortex, you can't. Why did you not see it before? Ah!
38 halál ezen a pályán. Nem látom, hogy itt egyébként... Ah, fuck. Fuck! De ne! Ah, no! Ah, és már visszahoztam, és mégis meg... Mégis meghalt. Hányszor tudom még vajon visszahozni? Ott voltam! Láttam a végét! Láttam a végét! Sudden but inevitable. Szakadjon rád egy... There's another way I can break this cycle of endless fighting between us. I can go back to where it started. I can undo my greatest failure. He means you, Crash. Yeah. Bye bye, bandicoots. Örülök neki, Wolf, örülök neki. Nem is tudtad, hogy ez egy Rage Game? Mi? Játszottál te valaha Crash-sel?
kezd egy picit olyan feelingem lenni ezzel a játékkal. Hogy a keleténél jobban idegesít föl. So clingy. Take a hint already. Who's on my super secret personal frequency? What? Who is this? This imposter? Do you not recognize your own face? I've come from the future to warn you. Nem oda, a fő... Én is azt hittem Yoda, hát a franc se gondolta volna, hogy még van 70 pálya. Azt hittem, hogy megvan a fő boss és annyi, de ezek szerint nem. Mert most újra ellenünk fordult Neo. Ja, ezt nem tudom, hogy mire gondoltam, amikor nekiugrottam az áramizének. Mhm. Megtud. Milyen idióta fejük van ezeknek a bogaraknak, nem? Tüzes kocka? Pajzsos patkányok. Nem már, hogy a, de hogy az miért tud elérni még, de komolyan? Olyan hülyeségeket tud egyébként összehozni néha a játék. Tüzes kockához nem megyünk oda. Hát persze, hogy ott pedig forog egy tüskés kibaszott. Na, hogy ott kell forognia egy olyan tüskésnek. Hát ez egy teljesen egyértelmű. Jaj, ne, fejjel lefele bogarazok.
ezt most ugye nem mondod komolyan. Büdös, mocskos, féreg pályadizájn, bazd meg. Rohadék, de komolyan. Miért csinálom ezt magammal? Miért kell egy ilyen gyönyörű szombat reggelt, bazd meg így elrontani? Nézzünk, már a csicska checkpointot is megkaptam. Az mi a... Franc. Jó, mindegy, checkpointon túl vagyok. Egy zuhanós bagolyem utának? Nem, de most azt akartam megnézni, most akkor rá tudok forogni erre a szarra, vagy nem? Vagy csak hagyjam eldúranni? Gondolom, hagyjam eldúranni. Az nagyon sokat segít, hogy ennyit látok belőle. Na, vi... Fúj, de gusztustalanul, ótvaros postalicska, szar vagy, bazd meg! De guszt... Hogy? Hogy lehet? Ki az, aki kitalálta azt, bazd meg, hogy ne lássál semmit, ott legyél hátul, egy ilyen kis csücsökbe, bazd meg, és amikor a kamera vált, akkor leesel. Nőjön a pöcsének a végére, köröm, komolyan mondom. Most meg átvált. Ott a C-betű! Guard,
fáj. Ez nagyon fáj. Elfelejtettem ugrani. Ah, pedig most is nagyon féreg módon jött ki a lépés. Hát ott mi a... Azaz, shieldes egér is legyen még itt. Olyan egeret is szeretnék, ami mozog. Shieldes mozgó egeret szeretnék ide. Nem lehet becsúszni. Azt mikor gondolta elmesélni a játék, hogy egyébként bármikor lehet becsúszni, de most nem. Igen, ez fantasztikus pályadizájn. Azaz, csicska checkpoint. Nem tudom, hogy mivel értem hozzá, és hogyan. Időlassító. Ó, Istenem. Miért van olyan érzésem, hogy ezek az utolsó pályák, ezek azért vannak, hogy az eddig fölépített szép emlékek a Crash Bandicoot 4-jel kapcsolatban, azokat ugyan szinten eltiporják, megalázzák, és konkrétan kitöröljék, hogy az valami hihetetlen.
tudom, nem tudom, de biztos megvan az értelme. Miért tudsz tovább menni egy ilyen el, amikor már ott vagy rajta? Ja, hogy az még már áramos volt. Ezt elnéztem. Álljunk hozzá nagyon nyugodtan. Lehet, hogy ez az egész játéknak a titka. Nem idegeskedek, elsőre fog menni. Vagy másodikra. Vagy sokadikra, nem tudom. Látod, nem idegeskedtem, sikerült. Dehogy röhögök! Nagyon szépen köszönöm a donation-t. Egy taliga apró majom. Köszi szépen a donation. Úristen, mennyi pálya van még, és miért? Csak platina, persze. Nem. Toxic Tunnels. Akkor most meg kell próbálnunk nem toxikusnak lenni.
El tudtam csúszni úgy a két patkány között, amit szerintem még egyszer nem tud... Várjál, figyeld! De! El tudtam csúszni még egyszer köztük. I have to choose a Bandicoot. If I just stuck with the Wombat, this all could have been different. Wombats. This Bandicoot is strong, clever, and above all, loyal. És ezt mégis, aki kitalálta, az mi a faszt gondolt magáról? Fájt neki valami? Vagy csípett? Vagy mi? Gondosan kivárom, hogy elforogjon, majd az elsőbe belemegyek. Ennek nem lehet a tetejére ráugrani? Dehogy nem. Kurva C betű mögötte. Karnyújtásnyira voltam a C betűtől, de nekem meg kellett halnom. Mert ez úgy sokkal mókásabb. De megtanultuk, nem kell idegeskedni egy ilyen srácok. Ez a játék, ez akkor fog jól menni, nem idegesked. Mész előre, meghalsz 70-szer, 80-szor, 90-szer, de nem idegesíted fel magad, mert egy csodálatos szombat reggeletek van, együtt a kedvenc vidisetekkel, aki nem tudom, hogy élte túl, a tüzes doboz okozta sérüléseket, de mindegy. Van. Find all color gems to open. Aha. Nem haltam meg a C előtt rögtön.
se hiszem. Anyás, és ez mitől gyulladt ki? Ó, oh, látom. De tudtam, hogy ott van, és direkt nem mentem olyan közel. Azért, ha... A rohadt TNT-re ráment a bogár. Azért haltam meg az előbb. Majdnem meghaltam megint a C betű előtt. C betű után már nem érdekel. Mikor szeretne eset... Na végre. Köszönöm. Utána már meg lehet halni.
fájni fog. Ha éppen valamit jól csinálok, akkor azért öl meg a játék, mert jól csinálok. Ha nincs semmi, tegyük már oda valamit, amiben megdögölhet a hülye gyerek. Fogalmam sincs, hogy mire számítottam ott. Tehát ott van egy olyan patkány, ami áll egy platformon, fölfele tett pajzsal. Értem. Hogy? Óriási hiba volt ma fölülni ezt a crash, bazd meg. Komolyan mondom. Tehát ennyire nem baszott még engem föl semmi szombat reggel. Mindjárt átnyúlok bazd meg a képernyőn, komolyan mondom. Most éppen mibe haltam meg? Ott mibe? Az, hogy hozzáértem a platformhoz, amire amúgy is mennem kell!
nem lesz jó. Arra is. Fáj? Fáj, Crash? Fáj? Mesélj, milyen? Milyen érzés? Beszélgessünk egy kicsit, lenyugszom, és utána menni fog. Vagy az utolsó egy órába Genshin Impactezünk. És akkor tudtok kérdezni a játékról, meg hasonlók. Csak akkor nem tudom, hogy mikor tudjuk befejezni a Crash-t. A jövő héten csak. Ha ezt a játékot gyerekeknek szánták? Nem tudom, hogy hányas besorolás van rajta, de aki ezt a gyerekének odaadja, hogy játszom vele, az egy szadista állat. Ma este DS. Igen, ma este DS lesz, az biztos. Legyen gyereke. Én azzal büntetném baznak a gyereket. Izé, kettest hoztál haza az iskolába? Most leülsz és 5 órán keresztül a Crash Bandicoot-tal játszol, és addig nem mehetsz át egyik pályáról a másikra, amíg az összes almát föl nem szeded. Komolyan. Ezzel büntetni lehet gyereket baznak. Hét plusz életkorra van írva. Tényleg, és Atemil mondja a jót. A 7 plusz az nem az életkor, hanem az egy végigjátszás alatt eltört kontrollerek száma. Tehát igazából 7 kontroller alatt nem ajánlják, hogy nekiálljál a játéknak. Hol vagyok? Hol vagyok? Úristen! Hol voltam? Nem. Nem vagyok hajlandó, geci. Szét fogom törni a kontrollert.
darabokra fogom törni a kontrollert a kezembe, bazd meg. Érted, most meg tudok rajta, rá tudok pörögni úgy, hogy igazából föntről ugrok rá, és nem sebez meg a izé tüske, de van, amikor meg bazd meg szimplán megsebez a tüske. Nézd meg, most meg megsebzett. Hol az igazság a földön? Ott volt a pálya vég. Ott. Igen, ott. Pont ott. Nagyon jó. Az a baj, hogy nem kellett volna elvesztenem a izémet. Na jó, csak én ma szerettem volna Genshin Impact-ezni is. Ahelyett bazd meg ezt az agyhúgykövet nyomom, bazd meg. Ne örüljé, mert félig meghaltam ezen a pályán. Slash! Ha esetleg új kontroller kellene, nagyon szépen köszönöm az 5 eurós donation. Hát, figyeljetek! Ez a kontroller lehet, hogy a végigjátszás alatt egy kicsit meg fog hajlani. Tehát, hogyha nem reped el, akkor egy jó forma tervezés. De azért nem törött. Édes Istenem. Csak meg lett a pálya, én ezt nem hiszem el. You'll never find me, Neo Cortex. This castle is a maze. I alone know all of his secret halls and passages. Jaj. Aha, látom. Ah!
Miért kell pont abban a milliméteres részben lennie annak a doboznak? Miért nem lehet egy kicsit följebb, egy kicsit lejjebb, tök mindegy, csak ne pont ott. Bazd meg, rá tudtam ugrani a... Láttátok? Oké. Nyugi. De semmi pánik. Itt még nem haltunk meg elégszer, úgyhogy nem kell idegeskedni. Mi van, paraszt? Kijátszottam a rendszeredet. Ha-ha! Ó, értem, tehát egy ráugrani. Jó pofa, ez tetszik. Kell egy jól időzített meg. Á, nem jó. Wow! Mondjuk ez is igaz, hogy ha már egyszer rajta vagyok, akkor... Aha, hát ez ott nagyon kellemetlen, bazd meg. Tehát ezt valószínűleg nem is tudom megcsinálni egyből, hanem két idő megállítás kell hozzá. Nekiesett a falnak, bazd meg. Érted? Nekiesett a falnak. Jó, ez...
Ezt egy per egybe elbasztam. Megint, de most átjutottam. Na, de már nem tudok ugrani. Utazok vele egy kicsit gyorsan, aztán utána vége. Ha? Tessék. Hú! Jaj, ne, bugrba! Hát, ez Isten tudja, hogy hogy gondoltál a költő. Kellene löketnem magam a csávóval? Lehet, hogy azt kell úgy ráugrani az ő shieldjére, hogy átlökjön a nitrón. Ah, nem. A rohadt életbe, hogy milyen pályák vannak itt. Ah! Menj már! Aha! Na ez nagy... Ez mondjuk egyébként jó ki lett találva. Idegesítő, mint az állat, de jó ki lett találva. Nem, bocsánat, helyesbitek. Geci szarul lett itt. Nem. Mire gondolt a költő? Baszki! Ráugrani se lehet. Na, ne szórakozzunk már. Az előző pályán bazd meg azt tanította meg nekem, hogy hogy ugorjak rá arra a tetvedék izére. Most még, hogyha ráugrok, akkor nem.
nem normálisok, komolyan mondom, ez itt a pálya dizájnerek. Azaz, csicska checkpoint. Hogy lehetsz akkora faszkalap, hogy... Na, ezt elrontottam, nem nyomtam meg a gombot másodjára. Na most érdekes módon nem haltál meg, amikor hozzáértél. És mi még azon panaszkodunk, srácok, hogy a DS-be rossz a hitbox. Szerintem itt szarabb. Ja, de hülye vagyok, akkor eltűnik alólam a padló. Hülye vagyok. Igen, tehát vagy átmegy a lézer, és figyeld? Figyelted az 500 IQ-s gyereked, bazdmeg? Na mi van, keszeg? Hoppá, elrontottam. Annak mi értelme van, hogy ott megkapom azt a valamit? Ezt nem értem. Ezt egyelőre még ott nem is látom át, hogy ott az, amit kéne kezdenem. És ez miért jó nekem, hogy azt ott megkapom? De hát itt nincs semmi, amire rá lehetne ugrani. Ha csak nem megint úgy a szélére ugrok rá. De ez nem normálisak! Komolyan mondom, hogy nem normális. Hát hogy lehet ilyen pályát csinálni? Hogy egyik másodpercről a másikra már egy másik maszk van a fejemen, és dolgozza fel az agyam ezt a mennyiségű információt. Hát te hülye vagy! De komolyan mondom, kisül az agyam.
Ja, hogy ott megállíthattam volna az időt. Én nem tudom, én biztos, hogy egy kicsit a golyóját beleraknám egy diótörőbe annak, aki ezt megcsinálta. Csak úgy szorongatnám egy ilyen 4-5 percig, csak ameddig ellilul a feje. Nincs különbség, nem? Azt akartam megnézni, hogy jobb oldalt, hogyha váltom a fészt, akkor másik jelenik-e meg, de nem. Nem, egyszerűen nem értem. Mit szívtak, amikor ezeket a pályákat csinálták? Tényleg egyébként az a feelingem van, srácok, hogy az eddigi tök pozitív tehát van egy ilyen 5 másodperces rész. Megvan. Ne basz föl. Lila idő megállít. De normálatlan, mi ez? Nem vette fel a maszkot, bazd meg. Egyik maszk? Jaj, mindegy, C betűt felvettem. Aha. Miért, nem tudom, hogy miért nem volt mondjuk double jumpom, de ez most teljesen lényegtelen. Jaj, de hülye vagyok, előbb kell ugrani és utána... Hát de várjál, de azt akkor is hogy? Wow! Ne, egyszerűen nem látom, várjál, nem látom. Tehát fölveszem az ungibungit, ami ugye ilyen TNT zabáló. Ja, mert maszkot váltottam, és akkor eltűnt a... Nem, a Cat Mario az ennél a pályadizájnnál sokkal jobb. Aha.
Mi? Én nem értem, de lehet, hogy én vagyok a nagyon, nagyon gyökér. Mi a kurva élet van már ezzel a pályával, de komolyan? Miért kell, hogy ennyire fájjon? Valahogy el kell tudnom robbantani a TNT-ket, mert egyébként nem tudok ott átmenni. Ez idáig tiszta sor. Csak mivel robbantom el, úgyhogy nem döglök meg? Á, mondjuk így. Persze, ott meg érje hozzához.